Éva almafája az ország egyetlen őskohója, az első magyar kőszínház. Miskolci hétvége kisvasúttal. Miskolcról indulunk a kisvasúttal, Miskolc és környéke Európa egyik legrégebben lakott területe. Miskolc egyébként a nevét a Miskolc nemzetségről kapta, ahogy erről Anonymus is írt a 12. században. Mosolygó gyerekarcok indulnak a Garadna völgyébe, hogy felfedezzék Lilafüredet és a bükkrejtelmeit. A kisvasutat eredetileg 1919-ben építették a bükkfáinak szállítására. A szinavölgyi erdei kisvasút elnevezést kapta akkor. De már nem fájt szállít, hanem kirándulókat télen-nyáron. Minden évszakban megvan a maga varázsa. Romantikus sziklák és ropogó zöld fák között. Szép az erdő, és szeretjük Lilafüredet. Sötét alagutakban, ami csak vízből félelmetes. Az ország leghosszabb kisvasúti viaduktján, ami 25 méter mély völgyet hidal át 50 méteren keresztül. A viadukt. Ugye az is egy élmény átmenni rajta, mert csak 23 méter, a fák tetején megyünk majd. Maga a mozdony pedig magyar fejlesztésű, a világon elsőként hibrid környezetbarát kisvasút. A hegynek felfelé még dízelhajtású. Hegyről lefele pedig elektromos üzemmódra kapcsol a mozdonyvezető, és a fékezési energia egy részét is be tudja irányítani a teljesítménytárolóba. Mi a jó ebbe a Lilafüredbe? Ez, hogy Lilláról nevezték el. Bizony, tényleg Lilláról nevezték el, de ez a Lilla, vagyis Csongor testvére, nem az a Lilla. A hely névadója egyébként Bethlen András földművelésügyi miniszter volt, aki a feleségéről Lilláról nevezte el a helyet Lilafürednek. Igaz, a kisvonat most elment, de az ökoturisztikai centrumban mozdonyvezető lehet a kis turista pár percre, vagy akár kis geológus, aki a bükk ősköveit tanulmányozza.